Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, és sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió stúdiójában Cserpakovics András Székesfehérvár polgármesterét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget és a meghívást, és köszöntöm a televízió kedves nézőit, és annyit hogy mondjak az elején, hogy egy teljesen megváltozott és gyönyörű környezetbe jöttem ide a televízióba. Én is most látom először, nagyon-nagyon-nagyon szép lett az új stúdió kialakítás, úgyhogy nagyon örülök és egyben gratulálok is. Köszönjük szépen, bár annyit elárulhatok, hogy még nincs vége, ez csak az első szelete ennek a felújításnak, de köszönjük szépen. Hát például olyan, mintha az országalmánál a püspöki palota előtt beszélgetnénk, és előbb például piros-kékbe úszott az egész stúdió, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szép, elegáns lett, és azt hiszem, hogy meg is érdemelte ezt már a televízió. Köszönjük szépen. És ha már a közösségnél tartunk és az ünnepnél tartunk, akkor egy kicsit ugye ez az ünnepi beszélgetés mindig egy jó alkalom arra, hogy áttekintsük az év történéseit ilyenkor karácsony tájéken. Valóban jó alkalom, és annak a megállapításával érdemes kezdeni, hogy ez az év is nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elrepült, hiszen mintha most beszélgettünk volna 2018. decemberében arról, hogy milyen volt a 2018-as év, és ehhez képest most már 19 végén vagyunk, itt vagyunk karácsonykor. Egy nagyon-nagyon aktív és kihívásokkal teli időszak van mögöttünk, nyilván közéleti eseményekkel, hiszen két választás lebonyolítása is történt ebben a esztendőben, rengeteg városfejlesztési kérdéssel, városüzemeltetési kihívásokkal, de én bízom benne, hogy összességében mondhatjuk, hogy ez egy szép és a fejlődést mutató jelző esztendő volt Székesfehérvár életében. Az idei esztendőnek a legfontosabb eseményeként nyilván a választásokon túl, mint közéleti esemény, mit tart? Én mindig és mániákusan erre a kérdésre azt szoktam mondani, hogy a közösségépítést, én ezt tartom alapjának minden a várost érintő stratégiának, jövőképnek, fejlesztésnek. Egyszer közösségként megérteni, megérezni azt, hogy van, ami bennünket összeköt. Igenis 100 000-en vagyunk egy csapatban, és ami összeköt, az pedig a városunk Székesfehérvár iránti szeretetünk, ez a mi közös otthonunk. És azban kell, és azért érdemes dolgozni, hogy ezek közös otthon fejlődjön, mert akkor mindenki, aki itt él, vagy Fehérvárhoz kötődik, az erre büszke lehet, és úgy élheti meg a mindennapokat, hogy jó itt élni. És én úgy érzem, hogy ebben az esztendőben is tudtunk azért tenni, hogy jó legyen itt élni. A másik ilyen fontos terület szokott általában a beszélgetések során a fiatalokat érintő kérdéskör lenni. Hát igen, mert az meg már nem csak a jelenéről szól a városnak, hanem a jövőjéről is. Reményeink szerint ezt pedig ővelük közösen együtt dönthetjük el, alakíthatjuk, és aztán ők pedig átveszik majd tőlünk a stafétát. Azt hiszem, hogy ez mindig minden közösség számára egy kiemelkedően fontos kérdés. Ez igaz Európára, igaz az országunk egészére, és igaz természetesen megyénkre és városunkra is. Fontos elérnünk, hogy a fiatalok ügyeiről ne a fiatalok fölött az ő megkérdezése nélkül hozzunk döntéseket, hanem tudjuk őket bevonni. Ők igenis hallassák a hangjukat, és így közösen tudjuk ezeket a kérdéseket eldönteni, problémákra megoldásokat találni, és úgy alakítani a város ügyeit, hogy ők is szeressenek itt élni fiatalként, és hosszú távon is tervezzenek, gondolkozzanak Székesfehérvárban. Én úgy érzem, hogy ez a kihívás, ez közös erővel feloldható, és talán nem is járunk rossz úton, legalábbis a fiataloktól mi ezt a visszajelzést kapjuk. Külön köszönet minden olyan fiatalnak, aki ebben a munkában elfogadta a meghívásunkat és részt vesz, akár a diáktanács tagjainak kiemelten, de minden fiatalnak, aki akár a versünnepen, Fehérvár hangján, március 15-én, október 23-án szóval győzni rendezvényen, várostörténeti rendezvényeken részt vesz, és valamit hozzátesz ehhez a városhoz, vagy hozzáteszi azt, hogy mondjuk egy Instagram fogadórán odaírja a saját véleményét, adott esetben részt vesz a szavazásokban, megfogalmazza a saját ötleteit, javaslatait, kéréseit, mert ezzel is segíti a döntéshozót, akár a polgármestert is abban, hogy jó döntések szülessenek, olyan döntések, amik ma minden fehérvári élő polgárnak az életét tudják könnyebbé tenni, szebbé tenni, mosolygossabbá tenni, és ebbe természetesen a fiatalokat is beleértem.
Volt már egyébként ilyen ötlet, ami mondjuk például egy Insta fogadóra eredményeként aztán megvalósult? Sok példát tudnék mondani. Voltak olyan fejlesztések, amik megvalósultak. Mondjuk a Kertmozi az Icsiligetben, az kifejezetten középiskolai diákok javaslatai alapján indult el, és ma már nem csak bérelt képünk van, hanem tudtunk is vásárolni ilyen berendezést, és a következő években jóval több kertmozi, és nem csak az Icsiligetben, hanem más közterületen is megjelenik majd, megjelenhet majd. Ez abszolút fiataloktól érkező kezdeményezés volt. De ilyen mondjuk számtalan szóra előfordul, hogy például milyen együtteseket hívjuk meg. Volt egy este, ez éppen Facebookon történt, este 9:30 között kaptam 30-40 azonos tartalmú, egyébként nagyon udvarias, de nagyon határozott üzenetet fehérvári fiataloktól, hogy egy bizonyos zenekart hívjunk meg valamelyik városi programra és rendezvényre. Bevallhatom utólag, hogy hát egyrészt a gyermekeimet meg kellett kérdeznem, hogy kikről is van szó, és a Google-be be kellett keresőbe ütni. De aztán utána egyébként a koncert megtörtént, a fiatalok pedig visszajeleztek, hogy köszönjük szépen, mi meg azt próbáltuk nekik mondani, hogy na valójában ez a demokrácia. A demokrácia az részvételt jelent. Szándékot, hogy részt szeretnék venni a közügyeimek intézésében, és hallatom a hangomat, megfogalmazom a véleményem, a kérést, a javaslatot, és hogyha ezt megteszem, akkor van esélyem arra, hogy ezekből több akár meg is tud valósulni. Ezért is fontos, hogy legyen visszacsatolás, mert láthatólag a fiatalokat meg lehet szólítani az ő eszközeiken, az ő kommunikációs felületeiken, de ha be tudtuk őket vonni, akkor nagyon kreatívak, nagyon ügyesek, és egyébként szeretik ezt a várost. És van is bennük aktivitás. Legalábbis én ezt látom az elmúlt években, hogy valahol ez már nekik ilyen természetes dolog is, hogy belevonják őket, meg bele is akarnak vonódni ezekbe a dolgokba. Köszönet azoknak a tanároknak, pedagógusoknak, akik őket ebben segítik. Köszönet mondjuk Matuzi Jánosnak, aki évről évre bevonja őket, és nekik köszönhetjük ezeket a március 15-i vagy október 23-ai ünnepségeket. És érdemes azt is megnézni, hogy értük mennyi ember megy ki mondjuk egy-egy ilyen ünnepségre. Tehát régen azért az volt a jellemző, hogy alapvetően azok voltak jelen, akik mondjuk úgy, hogy ott kellett, hogy legyenek ezeken az ünnepségeken, de nagyon kevés embert tudtunk megszólítani, akár a legnagyobb ünnepeinken is, hogy jöjjenek el és ünnepeljünk együtt. Mióta a fiatalok csinálják ezeknek a programoknak, rendezvényeknek a műsor részét, azóta viszont akár több ezer ember is eljön egy október 23-ai megemlékezésre a főtérre, vagy egy március 15-ére, vagy egy augusztus 20-ára. Egyszerűen azért, mert ha más nem kíváncsi a fiatalokra, és arra is kíváncsi, hogy a fiatalok mit gondolnak arról a nemzeti ünnepről. És amikor ráadásul a mai fiatalok ezt úgy adják elő, hogy közben mondjuk megelevenedik egy 1956-os fehérvári esemény, amit egyébként akkori fehérvári fiatalok csináltak, akkor az meg szerintem tényleg az ember lelkét, szívét megszólítja. A fiatalokról szót ejtettünk, akkor most menjünk egy-egy területre, hogy szaladott, mit hozott a kultúra 2019-es évben Székesfehérvár vonatkozásában? Akkor talán egy olyan dologgal szimbolizáljuk ezt, ami január 1-től lesz ronda szóval hatályos, hogyha egy kicsit jogászkodnánk. Magyarul 2020. január 1-től minősített zenekar az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Ez azt jelenti, hogy belépett az Elit Klubba, az ország legjelentősebb zenekarai közé. Ez egy hosszú éves munkának az eredménye. Köszönöm mindenkinek, aki ebben közreműködött, mert ezzel azt is elértük, hogy ezen a területen is ott vagyunk az ország legfontosabb városai között. De nagyon sok egyéb példát tudnánk mondani, hiszen szépen megtalálja a helyét a fehérvári kulturális életben a Balettszínház. Nagyon örülök, hiszen a diótörő adventben nem tudott eleget menni. Most már cselekményes balettek is vannak. Akkor a nézőközönsége volt, ott volt egy Rómeó és Júlia, ami azt gondolom, hogy szintén fantasztikus volt. Eleve van egy nagyon jó színházunk, melyik a színházon belül is nagyon népszerű, de a színházon kívül is föllép. Különböző rendezvényeken, eseményeken, vagy éppen a koronázási szertartás játék keretében. Tehát büszkék lehetünk erre, de büszkék lehetünk azokra a civil szervezetekre is, művelődési házakra, múzeumunkra, akik egyébként ez a kulturális élethez hozzáteszük a magukét. Mindig hangsúlyozandó, hogy a kultúra és a sport tud igazán egy közösséget közösségé formálni, egy kicsit a lokálpatrióta érzést erősíteni, fiatalabbba is, kicsit régebb óta fiatalabbba egyaránt, és szerintem a kulturális ágazat ezt meg is valósította 2019-ben,
És van egy kihívásunk a következő években, valamikor el kell érni, hogy legyen egy második, most így fogalmazok, hogy színház épületünk, amiben nem, nyilván nem egy második színház működne, de ott a zenekarnak, a balettszínháznak meg lehetne a helye, és lenne egy olyan kulturális tér a két infrastruktúrális elemen belül, ahol egyébként mindenféle egyéb program megszervezésére is lehetőség lenne. De hát voltak könnyedebb programok, hiszen ott volt akár a Fezen, minden az ország egyik legjelentősebb fesztiválja, de hát ott voltak a királyi napok, ott van az adventi időszak, ami mindig rengeteg embert szólít meg. Egy város közösségéhez hozzátartoznak a találkozási pontok pedig nincsenek megfelelő környezet és megfelelő rendezvények nélkül. Mondjuk fura így visszagondolni, még 15 évvel ezelőtt milyen élet jellemezte a belvárost, és mondjuk ma milyen közösségi terek vannak meg tényleg, tehát talán nincs is olyan nap vagy hétvége, amikor ne lenne tele. Sőt, azt látom, hogy már néha akkor is tele van, amikor nincs rendezvény. Nagyon jó eső érzésnél kinézni az irodán, és azt látni, hogy ide-oda mennek az emberek, sétálnak, leülnek a beszélgetni, bemennek különböző kávézókba, éttermekbe, cukrászdákba, vagy amikor olyan az idő, akkor leülnek a teraszokra. Szerintem nagyon-nagyon hangulatos rendezvényeink vannak, és gyönyörű belvárosunk. De azért egyéb városrészekben is föltűnnek már ezek a rendezvények, tehát nem korlátozódnak csak a város központjára, de nagyon-nagyon fontos elemének tartom azt, hogy ezek a rendezvények zömében ingyenesen elérhetők, tehát nem szociális alapon dől el, hogy valaki ezeken részt tud venni, vagy nem. Ebből a fajta jó hangulatból, élettel teli városból kiveheti a részét mindenki, és nem is nagyon érzékelek olyat, hogy valaki kétségbe vonná, hogy a város élettel lenne teli. Vannak, akik szerint már túl sok is a rendezvény, és kevesebb kellene. Én úgy érzem, hogy ameddig ezekre az emberek igényt mutatnak, addig ilyen is ezeknek mindig van létjogosultsága. Hozzá lehet időről időre nyúlni, kicsit átalakítani, új elemeket behozni. Erre mindig szükség van, így a rendezvények tekintetében is, a kulturális élet vonatkozásában is, de hogy összességében szükség van erre a város közösségi élete tekintetében, szerintem az vitathatatlan. A Szent István Király Múzeum vonatkozásában, ha már a kultúráról beszélgettünk, azért az is elmondható, hogy az idei esztendő szerintem számos kiemelkedő tudományos eredményt hozott, akár csak hogyha a városfal Jókai utca 14 szám alatti ásatására gondolunk. Ami azért vagyok nagyon-nagyon büszke, mert egyrészt szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép emléket állít Siklósi Gyulának, és nagyon szépen igazolják a ma régészei az ő munkájának részben az eredményét, részben a következtetéseit. Másodszorban pedig jó értelembe vett átírás a történet meg a város alapítás történetének, hiszen amennyivel az utolsó vizsgálatok is ezt bizonyítják, akkor előzetesen talán már elmondhatjuk, hogy a 10. század közepén állhatott ez a városfal. Európában nagyon kevés ilyen városfál állt akkor, ami önmagában is jelzi ennek a városnak az akkori jelentőségét, és talán azt is, hogy ez a város lehet, hogy jóval korábban már létezett, és a Gorziummal akár összefüggésben fejlődhetett, de azt egészen biztosra jelenti, hogy megkérdőjelezhetetlen, hogy a nemzet történelmi fővárosa a Székesfehérvár. És ennek nekünk különös öröm és büszkeség. Büszkeség, de egyben felelősség is. Tehát amikor mi fölvetjük augusztus 20-a kérdését, akkor azt abból a felelősségtudatból is vetjük fel, hogy az elődeink valójában ezt hagyták nekünk örökül. És emellett lehetőség azért is, mert tudjuk, hogy a turizmus az mindig egy kitörési pont, az egy nagyon komoly gazdasági ágazat, nagyon szép eredményeket sikerült elérni az elmúlt években, de ezt érdemes folytatni. Amikor a történelmi múltról beszélünk, ehhez kapcsolódóan történelmi fesztiválokat szervezünk, kutatásokat, kulturális programokat finanszírozunk, akkor egyben egyébként a gazdaságot is segítjük, pont az ehhez kapcsolódóan elérhető szolgáltatásokon keresztül. A gazdaság pedig mindig elmondjuk, minden évben el tudjuk mondani szerencsére, hogy a számok azt mutatják, hogy gyakorlatilag évről-évről rekord dől meg a gazdaság vonatkozásában. Egy nagyon talán erős mondatot fogok mondani, ebben a városban semmi nincs helyi adóbevétel nélkül. Azaz akkor tudjuk az üzemeltetést folyamatosan egyre magasabb szinten megvalósítani, és akkor tudjuk a várost fejleszteni, hogyha a gazdaság erősödik, és hála a gazdaság szereplőinek és az ott dolgozó sok tízezer ember munkájának, ez 2019-ben is elmondható. 2018-ban
nagyjából 18 milliárd forint körüli volt mondjuk az iparűzési adóbevétel, ez 2019 végén, még nincsenek meg a végleges adatok ilyenkor, de meg fogja haladni a 19 milliárd forintot, ami további jelentős gazdasági növekedéssel lehetett csak elérni, hiszen máshogy ez az adó nem tudott nőni ebben az esztendőben, csak a gazdasági növekedés következményeként. Mi szeretnénk ennek hatékony, a fenntartható városra koncentráló módon jó gazdái lenni, a város tartalékokat is képez, nincsen adósságállománya Székesfehérvár önkormányzatának, viszont évről évre jelentős összegeket tudunk városüzemeltetésre és a város fejlesztésére is fordítani, és nagyon sok olyan önként vállalt feladata van a városnak, ami nem kötelező törvényi feladat, viszont szükséges ahhoz, hogy ezt a gazdasági erőt is és a város növekedését is biztosítani tudjuk. Ilyen az oktatás területén mondjuk az Alba Innovár, vagy éppen a felsőoktatás támogatása, ilyen az egészségügyi kiegészítő támogatások rendszere, és sorolhatnánk a többi területen is. No, hogyha már az Alba Innováról szót ejtettünk, talán számomra, de lehet, hogy sok fehérvári számára, egy kicsit az is jelenti a jövőt, az Alba Innovár komplexitása, meg egyáltalán azok a tudományos ágak, amivel ott foglalkoznak. Igen, biztos, hogy jelenti a jövőt, és kimerem jelenteni, hogy ez az a jövő, ami már jelenben is itt van. Ha valaki az ipari üzemekbe elmegy ma Székesfehérváron, akkor a világ legkorszerűbb technológiájával találkozik, és ennek jelentős része ma már robotizálást jelent, automatikus rendszereket, automatizmuson működő rendszereket, digitális rendszereket, egyáltalán az ipar 4.0-ához kapcsolódó fejlesztéseket, ehhez szakképzett munkaerőre van szükség, és ezt el kell kezdeni a fiataloknál, szemléletformálásban, és aztán pedig a felnőtt képzésbe is ki kell terjeszteni. Mind a kettőnek jelentősége van. Nem elég azt mondani, hogy ez csak a ma fiataljait érinti. Ezt úgy látom, hogy ma már mindenki elfogadta, hogy ők egy ilyen világban nőnek föl, és ilyen világban kell majd a boldogulásukat megtalálni, de azt néha én még hiányérzettel figyelem, hogy a ma munkavállalója sokszor azt gondolja, hogy ez csak a fiatalok problémája, őt nem érinti, őt is érinti, mert jelen van. És hozzá kell tudnunk szerezni ez a tudást. Az Alba Innovár ezt megadja, a diákok képzési struktúrájában, a tehetséggondozásban, a felnőtt képzésben, és most már az okos tantermek rendszerén keresztül is, hiszen az első okos tanterem a Szénatéri Általános Iskolába elkészült, a következő években ennek a programnak a keretében valamennyi általános iskolába kialakításra kerül egy ilyen terem, de ott nem csak a mondjuk úgy, hogy a terem más, a terem biztosítja az élménypedagógia lehetőségeit, nem csak az eszközök okosak, hanem nagyon jól felkészült, és a tartalom tekintetében is ezt a termet jól kihasználó pedagógus gárdára is szükség van. A Szénatéren ez létrejött, így biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen vállalkozó szellemű tanárok a többi iskola tekintetében is. Tehát ez egy komplex programmá nőtte ki magát tulajdonképpen. Igen, és nagy részben az önkormányzat finanszírozza, helyi adóbevételekből tudjuk ezt megtenni, de én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan cél, amiben azok a gazdasági szereplők is egyetértenek, akik ezt a helyi adót az önkormányzatnak befizetik. Fenntartható várost említette, a fiatalokról és a jövőről is szót ejtettünk. Talán a fenntartható városhoz nyilván a környezetvédelem, az aktuális klímapolitikánk és egyáltalában a fenntartható jövőkép is hozzátartozik. Ebben a vonatkozásban mit hoz a jövő Székesfehérvárnak? Én büszke vagyok arra, hogy mintha ezen a területen is egy kicsit megelőztük volna a korunkat, hiszen ebben a városban a klímavédelem fontosságának hangsúlyozása, a környezetvédelem az nem most kezdődött, hogy ez világszinten egy kiemelt téma lett, teszem hozzá rögtön, hogy szerencsére, hanem évekkel ezelőtt tudatosan elkezdtük ezt a programot, elég csak a Sóstó rehabilitációjára, megmentésére gondolni, elég az alsóvárosi rét megmentésére gondolni, a Csónakázó tó és környezetének átalakítására, a Fehérvár tüdeje program megfogalmazására, az erdősítési programra, a város zöld területi arányának folyamatos növelésére, a virágosítási programokra, a Virágos Fehérvár akciósorozatra. Ez mind-mind most már évek óta zajlik, egyébként szerintem nagy sikerrel, és azért szeretem ezeket a programokat, mert ezek nem csak a kommunikációban szólnak a környezetvédelem fontosságáról, a környezettudatos gondolkodásról, hanem cselekvést is jelentenek, megadják ráadásul a lehetőséget a közösségek belépésére és aktivitására, az önkéntes programoknak a szervezésére, és arra, hogy aki ezen a területen szeretne a városban dolgozni, azt meg is tudja egyébként tenni. A
közlekedés vonatkozásában is figyelembe veszik ezeket a lehetőségeket? Nem is tehetünk másként, hiszen azok a közlekedést érintő kihívások, amik előttünk vannak, ezek tényszerűen itt vannak, jelen vannak, minden napokban érezzük, akár a reggeli, akár a délutáni csúcsforgalomban, de szerintem egyéb időszakokban is lehet érzékeny, hogy nő a forgalom. A gépjárműszám egyértelműen emelkedik, és én a emelkedését várom az autószámnak a következő években is. Ez egyre nagyobb kihívást jelent. Ennek van közlekedésszervezési és klímavédelmi, és az életminőséghez hozzátartozó kérdésköre is. Ezért nagyon fontos a déli összekötőút, ezért fontos az Osan körforgalom bővítése, a 4. stráda lejáró, a 81-es, 13-as négysávosítása, a intermodális közösségi közlekedési központnak a létrehozása, a kerékpáros úthálózat fejlesztése, a kerékpártámaszok kihelyezése, a közösségi közlekedés fejlesztése, az új remélhetőleg elektromos környezetkímélő buszok beszerzésének következő években megjelenő lehetőségei, ez mind-mind együtt jelentik azt a közlekedés fejlesztési programot, amit szeretnénk végrehajtani. Nyilván önerőből, meg gondolom, hogy állami forrásból. Ehhez biztos, hogy szükség lesz állami forrásokra, Európai Uniós pályázatokra és önkormányzati támogatásokra egyaránt. Ha már az állami forrásoknál, a kormányzati támogatásoknál tartunk, akkor ezzel vonatkozóan mit tud elárulni, mire számíthatnak itt Fehérváron a megvalósuló programok, projektek vonatkozásában? Én abban bízom, hogy a következő napokban és hetekben is sok konkrét és nagyon fontos fejlesztéshez kapcsolódó bejelentés fog történni, ami érinteni fogja az egészségügyet, érinteni fogja a kultúrát, érinteni fogja a közlekedést és az oktatást is. Akkor erre kíváncsian számítunk. Itt a beszélgetésünk végén egy kicsit visszatérnék az ünnepi gondolatokhoz. Hogy telik Székesfehérvár polgármesterének a karácsony? Általában gyorsan és szépen. Gyorsan, mert hát talán a karácsony az valóban az az időszak, ami egy fantasztikus lehetőség, hogy az ember a szeretteivel legyen, és békességben legyen, egy kicsit nyugodtan tudjon pár napot eltölteni, de hát mint tudjuk, az ilyen jó dolgok azok gyorsan el szoktak szaladni, de szerintem érdemes ezeket kiélvezni. Nekem egy nagyon szép és tetsző gondolat volt advent első hétvégén, amikor egy református lelkész azt mondta, hogy neki az adventi időszak és a karácsony azt jelenti, hogy az advent első hétvégén elindul, és hogyha jól készült föl adventben, akkor szenteste megérkezik. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat, és remélem, hogy minden fehérvári meg tud érkezni egy kis nyugalomba, egy kis békességbe. Ebben a rohanó világban nagyon ritkán van lehetőség egy kicsit lelassulni, egy kicsit megnyugodni, egy kicsit valójában azzal foglalkozni, ami igazán fontos az életben. A karácsony az talán még egy ilyen időszak, de ezt becsüljük meg, jó értelemben használjuk arra, hogy magunkat is egy kicsit lelkileg is rendbe tegyük. Ez mégiscsak egy szent karácsony ünnepeként egy szakrális időszak is, nem szabad elfelejteni, hogy mit ünneplünk ilyenkor, mert az ad egy lelki tartalmat és feltöltődési lehetőséget, ami nem csak a karácsonykor, hanem az új esztendőben is nagyon sokáig tud bennünket tovább kísérni. Van esetleg valami állandó családi hagyomány? Vannak hagyományaink, igen. Mi részben Balatonon, részben Székesfehérváron ünnepeljük a karácsonyt, mindig családi körben, különböző felállás. A felállás soha nem változik, a helyszín változik, és néha a szüleimnél vagyunk, néha a család van nálunk, néha a bátyámékkal találkozunk. Az a fontos, hogy a lehető legtöbb időt töltsük együtt. Ezt egyébként igénylik a gyermekek is, akik kiváló unokatestvérei egymásnak, és nekik is van lehetőségük ilyenkor egy kicsit jó értelme vettem bandázni, találkozni a másokkal. Nyilván a nagyszülőknek ez eleve óriási élmény, és hát nekünk is nyilván egy nagyon fontos kikapcsolódás. Ez ráadásul egy különlegesen bonyolult esztendő volt családi értelemben is, hiszen a családnak, mint háttérnek is nagyon sok mindent el kellett viselnie, úgyhogy nekik is jár az, hogy most néhány nyugodt napot tudjunk eltölteni. Én remélem, hogy semmi nem jön közbe, és ez nem csak a karácsonyra, hanem a két ünnep közötti időszakra is igaz lesz. És remélem nem csak az én életemben, hanem minden fehérvári család életében is. Hogy aztán feltöltődve vágjon neki az új esztendőnek. Igen, hát egy kis szerencsehozó lencsével megalapozzuk az évkezdetet, és aztán pedig utána nekivágunk a 2020-as esztendőnek is.
Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, áldott békés karácsony ünnepeket kívánok, aztán pedig boldog, békés új esztendőt mindenkinek. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap este is számíthatunk önökre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes estét, áldott ünnepet!